Itt vagyunk Dunakeszin a komp ami már egyébként nem jár, mert nem biztonságos. A közeli étteremnek pedig a földszinti fagyizóját már elöntötte a víz, úgyhogy őket kérdeztük, hogyan védekeznek a továbbiakban. Arra vagyok kíváncsi, hogy tulajdonképpen itt meddig tartana az út meg a parkoló, hol lenne, mert mindent elöntött a víz, és közben a kollégám így mutatja is egyébként, hogy meddig jött ki a Duna. Igen, ha jól lehet látni, ahogy a víz közepén ezek a félkör alakú fém kis csövek vannak, azok kukák, azok jelzik az utcának a szélét, az mellett parkoló volt, autóparkoló, onnantól viszont már ugye a homokos Dunamedre. Ez itt végig út és járható járda, ami sajnos most már víz alatt van. De hogyha jól értem, akkor innen a lépcsőtől még legalább 20 méter lenne, amíg el kellene, hogy érjük a normál szintű Dunát? Így van, így van. Innen körülbelül 20 méter múlva kezdődik, és áll meg a komp. Itt napi szinten rengeteg autó fordult meg az előtt. Ez most már ugye teljesen víz alatt. Nem jár, nem jár a komp. Egyáltalán nem jár, nem jár. Veszélyes ilyenkor. Az alacsony a beton és a, a víznek ugye a közelsége, az, az nagyon baleset veszélyes ebből a szempontból. Nem jár már sajnos. Itt a révbüfénél hogyan védekeztek, vagy, vagy egyáltalán kell-e? Természetesen kell, itt alattunk van a fagyizónk, amit ö, arra számítunk, hogy egy teljesen el fog lepni. Ugye? Igen, Mellettünk. igen ez már, ott már sajnos, mivel ezt ugye előre tudtuk, hála jó Istennek, ezért ez ki lett pakolva, minden természetesen áramtalanítottunk. Készülünk, hogyha a homokzsákokkal kellene esetleg védekezni. Szerencsére mi itt egy szerencsés helyzetben vagyunk, itt elég magasan meg vagyunk mi emelve, de ugye van itt pár ház, illetve a szabad strandon a, a büfék, azokat mind el kellett szállítani daruval, azok, azok nem bír, ott teljesen áll már a víz most is. Itt vagyunk Vácot és polgármester asszonyal beszélgetek. Itt tegnap hatalmas homoktömeg volt, ami most arra eltűnt. Így van, jó napot kívánok! Ez a terület, ez az egyik legmélyebben fekvő területe Vácnak, ez ugye mi mindnyájan tudjuk, viszont egy hatalmas, kiterjedt betonos terület, és mert hogy esett az eső napokig, ezért úgy döntöttünk, hogy itt kezdjük el a homokzsákoknak a töltését. Ez három napig tartott, de nem fejeztük be időben, és ezért éjszaka is dolgoztunk. Ittán az volt a cél, hogy az összes homokzsákot itt megtölteni, és elvinjen a homokkal együtt. Mert hogy jön a víz? Mert hogy jön a, mert, a víz, és mert, 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 mert hogy... igen, legyen. Ilyen. Igen, Mert az már tegnap azért ott egy-két helyen lehetett is látni, hogy feljött. És, és hát ezeket a homokzságokat vittük ugye itt a védelmi gáton végig, tehát volt hova vinni, mert hát 5 kilométeren védekezünk, tehát nagyon hosszú a terület. Igen, láttuk, hogy a katasztrófa védelem és a, a katonák is dolgoznak ezen. Sőt, ott egy munkagép még az utolsó igen. homokbuszkát takarítja el, ahogy igen. látom. Hát, hogyha ne, hogy nagyon nehéz lenne megmondani, hogy mennyi segítséget kaptunk, Elképesztő sokat, uh, ugyanis ez valóban az egyik olyan Duna-Kanyari város, ahol a leghosszabban kitett a várost tulajdonképpen az árvíznek. Ugye most már 50 centivel alacsonyabbra mondják a tetőzés, de még néhány nappal ezelőtt úgy volt, hogy ugyanannyi lesz, mint 2013-ban, úgyhogy mi azt szerint kezdtük el a védekezést. A katasztrófa védelem az már megjelent hétfőn, katonák szerintem már vasárnap. Ugye mi körülbelül egy a csoportunk, az az, az, az mondjuk operatív törzs, vasárnaptól dolgozunk, tehát mi is 24 órában, és akkor itt sorban jöttek, tehát a katonák itt voltak és felváltva jönnek is, és most már talán 160 tűzoltó van, aki itt dolgozik, nekik a szállást meg, a, meg, az étkezést azt biztosítanunk kell. Hát ezek ilyen nagyon érdekes találkozások, és nagyon érdekes logisztika, hogy ez megoldani, hogy ennyi emberrel hogyan lehet, ugye, hogy, hogy étkezésük legyen, hogy tudjanak pihenni, mégis a sportcsarnokot hogy nyitottuk ki, és akkor ott dolgoznak, azt hiszem, talán egy hatórás váltásban, mert nagyon kemény ez a munka. És ha jól láttam, akkor itt a helyi lakosok is szendvicsekkel és vízzel látják van, el a, van, a munkatársakat. Napról napra többen. Azért mondtam, hogy tényleg felsorolhatatlan. Rengeteg szer, szervezet, mindenféle egyesületek, az egyház felajánlott ö, ö, saját ö, helyein, helyeket, a, tehát ö, alvóhelyeket, ahol például a, az állami vízügyi szolgálatnak az emberei ö, alhatnak. Ez nagyon fontos, hogy ők kipihenjék magukat, ugyanis a szakmai vezetést, azon kívül, hogy természetesen mi is próbáljuk a helyismeretünket, meg a tapasztalatainkat hozzátenni, de azért a szakmai vezetést azt ők végzik, és van itt két olyan személy, aki meg tényleg nagyon jól tudunk velük együtt dolgozni, és ezért is igyekszünk nem csak nekik, hanem mindenki, aki dolgozik, megteremteni azt az infrastruktúrát. Tehát, hogy most ilyenekre gondolok, ilyen egyszerű dolgokra, hogyha éhesek, akkor legyen étel, ha szomjasak, akkor tudjanak mit inni. És azt gondolom, hogy így már szinte ilyen baráti kapcsolatok alakulnak ki, mert ugye, hogy mi jövünk, megyünk. A börtön nagyon sokat segít, tehát ott is folyamatosan rakták a, rakták a zsákokat. Nye, le van fóliázva, hozták Igen. egyébként az újabb most ahova lementünk, ott lehet látni, hogy azt nyúgátnak hívjuk, de hát az önképpen az az egyik legkritikusabb rész, és az egyik legmagasabb gát. Ott pedig fönt lehet látni, hogy bejelölték, hogy milyen magasra várják a vizet, és tulajdonképpen addig olyan magasságba teszik ki a gátat, vagy építik meg a gátat. Ma szerda van. Miket jósolnak a következő napokra? Mondhatom azt, hogy minden nap egy kicsit mást, de most ott tartunk, hogy szombaton lesz a tetőzés, 765-770 centinél, lehet, hogy ez még egy kicsit változni fog, és úgy tervezzük, ahogy a katasztrófa védelemmel, mert egy folyamatos egyeztetésben vagyunk egyébként, ahogy ma beszéltünk róla, hogy jövő hét elejéig biztos, hogy itt kell lenni. A, a tűzoltóknak is, meg hát nekünk is ugye készenetbe kell lenni, hiszen hogy amikor itt lesz a víz, akkor utána egy lassú visszavonulása lesz az árnak, és ugye hát azért akkor is történhetnek olyan dolgok, amit, ami miatt szükséges a szakembereknek a jelenléte, és hát hogyha így végigmegyünk a Dunaparton, ugye nagyon sok házban látjuk, hogy nagyon mélyen vannak, és hát azokat is próbáltuk. Tehát próbáltuk egyrészt a gátat végigvinni, de másrészt azokat a házakat, amikről tudtuk, hogy mindig bemegy a víz, azokat is próbáltuk levédeni. Kér nekem még bármilyen segítséget itt. Köszönjük szépen. Én úgy látom, hogy amiből a legnagyobb hiány van, az a billencses autó, vagy egyáltalán olyan autók, amik tudják vinni egyik a másikra homokzsákokat. Azt találtuk ki, hogy két nagy deponációs helyet alakítottunk ki. Mind a két helyen rengetegen vannak, és hát ahogy most is itt éppen jöttek, ugyanúgy jönnek mindig csoportok, és, és beállnak dolgozni, tehát tényleg ez is egy nagyon nagy segítség. De, de nem, nem tudunk elég autót szerezni ahhoz, hogy amikor már megtöltötték a zsákokat, akkor azokat onnan elvigyék, és tovább tudjanak dolgozni az emberek. Már pedig nekünk holnap reggelre be kell fejezni, mert ugye akkor már elönt minket a víz. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen kommenteljétek, lájkoljátok, osszátok meg, és hogyha az árvízzel és a védekezéssel kapcsolatban van bármiféle információ, akkor akár itt a videó alatt, akár a szerkesztőség címére küldjétek el szöveges, képi vagy videós formában.